Sziasztok, én Kata vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornámon. A mai videóban a műszempillákról lesz szó. Ez a mini smink tanfolyam következő része lesz. Ha ez érdekel benneteket, akkor tartsatok velem. A műszempillával magával egy instant, direkt hatást tudunk elérni a szempilláinkkal. Ezt megtehetjük egy nagyon természetes, visszafogott úton, vagy pedig egy nagyon drámai, extrém, akár kreatív módon is. A használata egy elég feltűnő, szembetűnő változást eredményez. Ezekkel a műszempillákkal adhatunk egy instant vastagságot, hosszúságot, sűrűséget a szempilláinknak, vagy akár dekor elemként is szolgálhat, mint például Halloweenkor, farsangkor, vagy kifutós sminkek alkalmával, vagy videózáshoz, vagy például kreatív sminkekhez. Többféle fajtája is létezik ezeknek a műszempilláknak. Az első az a szálas műszempilla, amikor 2-3 szál van összetapasztva. Ezzel tudjuk a szempillákat vastagabbá, illetve hosszabbá tenni. Szempilláinkra ráragasztjuk ezeket a pillákat, és ezzel megvastagíthatjuk, vagy meghosszabbíthatjuk a szempilláinkat. A következő az a tincses műszempillák. Itt már 7-8 szálból is állhat ez a műszempilla tincs, és a szálaik különböző hosszúságúak lehetnek, és szerte ágazóak, olyan, mint egy kis legyező. Ezzel sűríthetjük, vagy hosszabbíthatjuk a szempilláinkat, még a természetes vonalon belül maradva. Ezen belül is lehetnek rövid, közepes, vagy hosszú szálú tincses szempillák, és ezt úgy is felrakhatjuk, hogy vagy csak a rövidet, vagy csak a közepeset, vagy csak a hosszút pakolod fel végig, vagy úgy is lehet használni, hogy a hosszabbat kívülre, a közepeset középre, és a rövidet pedig belülre teszed fel, ezzel egy ilyen még természetesebb hatást adva, kölcsönözve a szempillasornak, de ugyanakkor egy picit megcicásítja így a szemet, és egy nagyon-nagyon szép hatást lehet ezzel elérni. A következő fajtája az a fél soros vagy sarok műszempilla. Itt, amikor nem teljesen ér végig a soros szempilla, hanem csak a külső felére tesszük fel a műszempillát, ezzel kiemelve csak a külső szempilla sort. Nagyon szép és dekoratívvá lehet tenni ezzel a szempillánkat. A következő pedig a teljes soros műszempilla, ami a teljes szempilla sorra feltehető. Nagyon sokféle kialakításban megtalálható és beszerezhető. Elérhető a nagyon-nagyon természetes és visszafogattól. Teljesen a nagyon hosszú, nagyon dús, extra vonalig megtalálható a kínálatban. Ezekkel a nagyon dús, nagyon hosszú, nagyon ívelt pillákkal már egy nagyon drámai party lookot is el lehet érni. Vannak olyan műszempillák, ami az alsó pillasorra vihetők fel. Ezek úgy vannak kialakítva, hogy az alsó pillasorhoz igazodjanak. Ezek kisebbek, rövidebbek, passzolnak az alsó pillasorhoz. A következő típusa az a divat, fashion vagy kreatív műszempillák, ami különböző anyagokból, különböző színekből állhat, különböző kialakítású formájúak lehetnek. Ilyenek például a nagyon sűrű és színes műszempillák, a nagyon íveltek, de lehet más anyagú felépítésűek is, mint például, tudok is ilyet mutatni, azt hiszem, hogy van nekem itthon, olyan anyagból készült, mint ha madártól lenne, nagyon hasonlít ahhoz, formára is lehetnek különbözőek,
lehetnek glitteresek, lehetnek esetleg kövekkel vannak díszítve, szóval rengetegféle fajtája van, megtalálható a kínálatban. Fogok ide betenni majd képeket róla, hogy mire is gondoltam. És az utolsó fajtája, amit szeretnék megemlíteni, az a mágneses műszempilla. Ez azt hiszem, hogy még csak nem régiben jött be a piacra, ez a mágneses műszempilla. Van az a fajtája, amikor alulról is és felülről is teszel műszempillát, és akkor a mágnessel összehúzza magát, ráhúzza magát a szempilládra. Van olyan is, amikor hatost húzol, az a mágneses tust húzol, és arra teszed rá a műszempillát, illetve olyan is láttam most nemrégiben TikTokon, hogy szedbe lehet kapni ezt a mágneses műszempillát, olyan, mint egy szempillaspirál, ez a mágneses anyagot felviszed a szempilládra, magára a szempillára, mint egy szempillaspirált, és ahhoz teszed fel a műszempillákat alulról, úgy illeszted fel, és utána pedig van egy összekötő anyag, és ezáltal nagyon tartósá teszi ezt a műszempillát, és akár állítólag akár egy hétig is fennmarad a szempilládon. Ezt nem tudom, ezt még csak most láttam, most találtam rá TikTokon, úgyhogy ez egy nagyon érdekes fajtája lehet a műszempilláknak. Aki esetleg találkozott ezzel, azt írja meg kommentben, hogy mit tapasztalt vele, vagy mit hallott róla. Az eszközök, amire szükségünk lehet a műszempilla felhelyezéshez, az egyrészt maga a műszempilla, amit kiválasztottunk, hogy mit szeretnénk viselni. Szükségünk lesz még egy kisollóra, egy applikátorra, valamint ragasztóra. Kisollóra azért lesz szükségünk, hogyha soros, teljes soros műszempillát viszünk fel, akkor mivel mindenkinek más a szeme, a szemmérete, hozzá kell igazítanod a szemedhez a műszempillát, és méretre kell vágni. Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy az utolsó tincsekből vágunk le, külső ívről vágunk le mindig a műszempilláról, és úgy illesztjük fel, úgy mérjük vissza a szempillánkhoz a műszempillát, hogy rendesen illeszkedjen, ne legyen túl hosszú, ne lógjon le a szemünkről, mert az nem mutat szépen, és kényelmetlen lehet a viselete. A műszempillaragasztó, lehet külön műszempillaragasztókat is kapni, én a Duo műszempillaragasztóját használom, valamint a műszempillához nem jön semmilyen ragasztó, akkor lehet külön műszempillaragasztókat is kapni, de lehet a műszempillákat kisebb szedben kapni, amihez adnak műszempillaragasztót is, valamint az applikátor, szükségünk lesz egy applikátorra is, ez lehet egy szemöldök csipesz, vagy lehet külön egy szempilla applikátor, műszempilla applikátor is, amivel könnyebben hozzáférünk és könnyebben fel tudjuk helyezni a műszempillát a szempilláinkhoz, valamint ezzel szépen hozzá is tudjuk nyomni rendesen a műszempillát az eredeti pillákhoz, hogy ne maradjon rés közötte, vagy használhatjuk simán a kezünket is, ha olyan ügyesek vagyunk. Valamint egy szempilla göndörítő, ezt csak zárójelben jegyzem meg, mert hogyha esetleg az eredeti szempillánk nagyon egyenes, a szempilla göndörítővel hozzá tudjuk igazítani a műszempillához a szempilláinkat, és ezzel a szempilla göndörítővel ezen tudunk segíteni. A következő pontunk a műszempilla felhelyezés. Itt választható, hogy a szempilláinkat kifestjük előtte, avagy sem. Én általában ki szoktam festeni a szempilláimat előre, ha műszempillát helyezek fel,
nekem úgy egyszerűbb és jobban bevált. Ha teljes soros műszempillát helyezünk fel, akkor azt mindenképpen hozzá kell mérni a szemünkhöz. Az adott műszempilla nem-e lóg túl, nem-e túl hosszú a szemünkhöz, mert minden szem más, mindenkinek más a szeme, a szem formája. Hozzá kell igazítani. Ha túl hosszú, lelóg, kényelmetlen, akkor a végéből vágunk le mindig, a külső végéből, és úgy helyezzük fel. A belső szemzugtól mindig hagyjunk ki kb. Fél centit, és úgy helyezzük fel a műszempillát. Ne vigyük be teljesen a műszempillát a belső szemzugig, mert kényelmetlen lehet, és nem is mutat szépen, nem lesz természetes hatása. Ha teljes soros vagy fél soros műszempillát helyezünk fel, érdemes a gerincét egy kicsit meghajlítani, kicsit megmozgatni, hogy ívelt legyen, és jobban passzoljon a szemünk ívéhez. Ha pedig teljes soros műszempillát viszünk fel, akkor pedig a gerincét vékonyan kenjük be végig ragasztóval, ügyelve, hogy a két vége is jól be legyen ragasztózva, hogy ne váljon fel egyik végese a műszempillának, mikor felhelyezzük. Mielőtt felhelyeznénk a műszempillát, várjunk a ragasztóval, még egy picit elkezd kötni. Onnan tudjuk ezt, hogy egy picit megváltozik a színe is a ragasztónak, és utána helyezzük fel a műszempillát. Ezáltal nem fog elcsúszkálni, és nem fog elmászkálni a műszempilla, könnyebb felhelyezni, és rögtön oda fog ragadni. Próbáljuk meg úgy felhelyezni a műszempillát, hogy a tükröt lefele tartjuk, és lefele nézünk a tükörbe, és fentről helyezzük rá a műszempillát a szempilla tövekhez. Felhelyezhetjük csak ujjal is, vagy applikátort használva, kinek hogy kényelmesebb. Ügyeljünk arra, hogy minél szorosabban a szempilla tövekhez. Ha felhelyeztük rendesen, odaillesztettük, akkor pedig nyomjuk össze, nyomjuk hozzá az eredeti szempilláinkhoz, hogy ne legyen rés az eredeti és a műszempilla között. Ha tincses, szálas műszempillát helyezünk fel, mindig a külső szemzugtól kezdjük el felépíteni, és haladunk befele, valamint ha pedig különböző hosszúságú a műszempilla, vagy a tincses műszempilla, akkor a leghosszabbat tesszük a külső szemzugba, és úgy haladunk befele. Középre a középhosszút, és belőre pedig a rövidet helyezzük. Itt is ügyeljünk arra, hogy ne hozzuk be túlságosan a tincses műszempillákat se teljesen a belső szemzugig, mert nem lesz kényelmes, és nem fog szépen mutatni. Valamire tegyük ki a műszempilla ragasztót, és onnan bele mártogatva tudjuk felvinni a tincses műszempillákat. Ha meg vagyunk, feltettük a műszempillát, és össze is nyomtuk, nincs rés, akkor egy szempilla gördörítővel tudjuk ívelni a pillánkat, hozzá tudjuk ívelni a műszempillához, hogyha esetleg nagyon egyenes lenne a szempillánk.
valamint a ragasztó csík, ha esetleg látszik a műszempilla ragasztásnál, akkor egy folyékony szemhéjtussal vékonyan át tudunk menni rajta, és ezáltal korrigálni tudjuk, el tudjuk tüntetni a ragasztás helyét, el tudjuk azzal tüntetni, és ezzel szépen tudjuk korrigálni ezt. Jó, és ezzel kész is, elkészültünk, felhelyeztük a műszempillánkat. Ez a műszempilla tartóságra, ez napi használatra van kitalálva, szóval minden nap végén ezt a műszempillát le kell szednünk, és el kell távolítanunk a szemünkről, ugyanúgy, ahogy a sminket is minden nap végén eltávolítjuk, így a műszempillát is le kell szednünk a szemünkről. Szóval ezek a műszempillák alkalmakra, illetve ha minden nap használjuk, akkor minden este le kell vennünk a szemünkről. Ezáltal a következő lépés a műszempilla eltávolítása. A műszempillát simán sminklemosó szerrel el tudjuk távolítani. Egy vattakorongot beáztatunk sminklemosóba, és szépen rátapogatjuk, a műszempillához tapogatjuk, rajta tartjuk egy picit, majd a külső szemzugtól kezdve leválasztjuk a szemünkről a műszempillát, ezáltal könnyebb lesz eltávolítani a műszempillát a szemünkről. Majd ezek után tisztítsuk meg a műszempillát a ragasztótól, ezt lehet mandula olajjal. Mandula olajjal szépen le tudjuk a ragasztót tisztítani a műszempilláról. Megtisztítás után tegyük vissza a műszempillát a dobozába, így tudunk rá vigyázni, és ezáltal többször fel tudjuk majd használni. A másik nagy ága a műszempilláknak az a tartós műszempilla építés. Külön szépségszalonokban szakemberhez kell fordulni, hogy megcsinálják ezt a műveletet nektek. Ez az épített műszempilla, ez lehet egy nagyon-nagyon természetes hatást kölcsönző, ami egy ilyen 1D-s, azt hiszem az 1D-s, ami egy ilyen nagyon alap, nagyon természetes hatást kölcsönöz, és a 2, 3, egészen talán a 8D-ig lehet már a nagyon extra, nagyon drámai hatású műszempillát is építetni magunknak. Ez a tartós műszempilla építés több hétig is kitartanak, szóval több héten keresztül is fennmaradnak a szemen, és hogyha elkezd hullani ez a műszempilla, akkor vissza lehet menni töltésre, vagy meg lehet várni még teljesen, amíg teljesen kikopik az összes pilla, és akkor egy új szettet építeni. Én ebben igazából nem vagyok otthon, szóval csak ennyit tudok így nagyjából róla. És igazából ennyit szerettem volna a szempillákról, műszempillákról összefoglalni nektek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis összefoglaló, és tudtam néhány hasznos infóval szolgálni nektek. Ha tetszett a videó, akkor kérlek szépen lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!